A dédpapa tényleg szabadkőműves volt? Na, hol hallottad ezt? Hát az iskolai könyvtárból olvastam egy könyvet, amiben benne volt a neve. És a szabadkőművesekről szólt. Nem tudtam, hogy érdekelnek a szabadkőművesek. Amúgy a dédpapád egy habókos öreg ember volt. Tudod már, hogy mit akarsz a szülinapodra? Inkább azzal foglalkoznál. Hát, meg nem. Tudom már, mit szeretnék szülinapomra. Na, mit szeretnél? Hogy ebben a házban legyen a szülinapom. Ebben? De miért? Mert ez a ház is benne volt abban a szabadkőműveses könyvben, amiben szerepelt a dédpapa. Én mondjuk egy legónak jobban örültem volna. De jó, megpróbálom elintézni. Írd be a jelszó. Van itt valaki? Ki szól? Ricsi. Üdvözöllek, Ricsi. Tudtam, hogy el fogsz jönni. De ki vagy te? Azt hittem már rájöttem. Sajnos csak röviden beszélhettem. De hogy lehetséges ez? Mindent megtalálsz a napomban, a földön van. Jé, itt a napló. Ez mi? Szia, Ricsi! Sziasztok! Hello. Mit olvasol? Képzeljétek, megtaláltam a nagypapám naplóját. Wow, és hol? Hát a szabadkőműves házban, mert ő is szabadkőműves volt. És hogyan sikerült ott megtalálni? Hát megjelent a szelleme, és beszélt hozzám, és elmondta, hogy hol van. A szelleme? Hát egy titkos társaságban volt, és ez alapján mi is meg tudnánk csinálni. Tényleg a szelleme is ugyanak? Igen, lehetséges. Nézzük majd. És mi történik akkor, ha szabadkőművesek leszünk? A világ minden titkát ismerni fogjuk.